Tavi. Bernie meg kell mennem. Találkozom kell egy Corvindart nevű technodíjjével. Ez komolyoknak látszik. Sok jogi tanásra lesz szükséged. Az ügyvéded azt javaslom, hogy bérelj egy szupergyorsított audiót. Balisó is fog kelleni. Meg egy magnó, különleges zenéhez. Meg a Acapulco inget. Húzd el a csípot legalább 48 órára. Elrúgtad a hétvégén. Mert természetesen veled kell tenni. Megéri. Megér. Magadon azt mondja, hogy jár. Ez jó volt. Ez tetszett. Jó lesz. Hát Balázs, mindenképp szét kell hordanunk, hogy friss klikhez jussanak az olvasók. Tele van csupa jóval, és ami a legjobb, ami nekem a legjobban tetszett benne. Mi tetszett neked a legjobban benne? Hogy itt vagyunk. És meglepetésként ért, mert nem is tudtam. Iratkozz fel a YouTube csatornánkra. Mindig friss balisót kapsz. Frissen sózhatod a balit. Egyetlen éjszaka, amit átbulizik Cerdehelyen a strandon. A Clickout Midsummer Party, Corvin Dalekkel, Groovix-el, Wazowski-val és a Plus Plus-szal szintén benne vannak. A fotók is benne, Pityu, igen, helyes önarckép. Elég zavarodott rajta, ugye? Aha. Olyan szállakakok fészkérét, azt kijátszott a Jaj, Jack Nicholson. Jack Nicholson-os, igen, olyan Jack Nicholson-os. De nem a szállakakok fészkében, hanem a... olyan tekintete van, mint a... abban a másik elment filmjében, bár a szállakakok fészkében is így nézett ki a végére, hasonlóan. Mi a másik filmnek a címe? Nem tudom, mert angolul van, csak meg a címe sem. Mi a angolul címe? Nem hiszem. Amivel teljesen megőrül. Na. Na. Te hogyan készülsz a nyárra, Lali? Én már kivittem a nyarat. Kivittem? Én már két hetet kirándultam eddig. De még el se kezdődött a július. Én ilyen gyorsan nyomatom. Hát hol? Voltunk egy hét Hollandiába. Hollandiába? Aha. Az igen nagy. Óriási volt, tényleg. Hol voltatok Hollandiában? Eindhovenben voltunk, és aztán minden nap elmentünk még valahová, Amsterdamba, Utrechtbe, természetesen Eindhovenbe, meg ott a környéket így körbejártuk. Nagyon érdekes volt, érdekesek a hollandok, nagyon más nép, nemzet, mint mi. Hát ugye rengeteg a bicikli, ott nem parkolóházak vannak a üzletközpont alatt, hanem biciklitárolók, ami hihetetlen, több ezer bicikli van lent a bicikli tárolóban. Teszem azt egy állomás, vagy üzletközpont, vagy főtér alatt. Ami így szlovákiai fejjel, vagy szlovákiai magyar fejjel hihetetlen, de tényleg így van. Van egy ilyen kis sín, amire ráteszed a biciklit, az leviszi, lemész, és így kettes vagy hármas sorba emeletenként így fel tudod dobálni a bicikliket. Rengeteg a biciklista. Utrechtben voltunk, a főutcán egy nagy ösztöződésbe pirosat kaptak a biciklisták. 70-100 bicikli torlódott fel négyes sorba, és az öltni aztán 70-100 ember egyszerre elindult és elkezdett tekerni. Hihetetlen volt. Amsterdam annyira nem tetszett, vagy hogyha tetszett, persze szép, de tele van turistával. Rengeteg a turista, és én nem szeretem a tömeget, nem szeretem a turistás helyeket. Úgyhogy annyiból nem volt annyira nagy élmény az Amsterdam. Utrecht viszont nagyon tetszett. Az nagyon hangulatos. Ott is azért sok a fiatal, egyetemi város. Lehetett, voltunk hajókázni így a kanálisokon. Már érdekes volt, tényleg ajánlom. Kirándulás, meg voltak is más tervek nyára, mit fogsz csinálni? Hát most két hét gombaszögi nyári tábor szervezőként megyünk oda. Szervezőként? Egy hét a táborépítés és egy hét maga a tábor. Kiveszitek a részeket belőle, mint Durva Crew? Mint NFG. Mint NFG fog. Aha. Aha. És mit fogtok ott csinálni? Hát egy külön stage-ünk lesz, egy külön rész végül is, ami a chill foglalja magába. Hát ilyen babzsákos, leülős, este koncertek lesznek, mindenféle zenei stílus fogja váltani egymást, tehát minden este más zenei stílus, és napközben pedig hát reggeltől indulnak a programok, lesznek smoothie-k, lesznek népmesevetítés lesz reggelente,
délután laza zenék, csillezés. Smoothie-ról áthidaltál népmesevetítés. Aha, nagy mi? Igen, összefügg. Miért régen szerinted nem ittak smoothie-t? Nem, mert lefőzték pálinkát. A potyogás maradtuk. Apropó. A merchünkből majdnem mindent megvalósítottunk. Ugye lettek pólók, lettek sapkák, vannak már kicsi bögréink is, de egyetlen egy, ami még nincsen. A fagylalt? A Lali nevetés, a fagylalt. Á, ki kell kísérleteznem ezt a különleges ízt. Hoztál nekem Lali nevetés, a fagylaltot? Igen, kérlek, hoztam neked. Nagyon nyám-nyám. Ezeken a meleg nyári napokon. Jaj, ez kurva jó. Jaj, Istenem. Ennyi akkor. Aha, nem esodosi nagy lakoma. És jön a radics gigi. Imádom a radics gigit. Csíped a gigit? Persze, imádom őt. Kis cuki. Ha, amúgy. Na, komolyan. Épül, szépül a stadion. Hétvégén még a magyarországi rekordbajnokot is elcsaptuk. A Ferencváros? Így, így. Ja. Hm? Épp akkor jöttünk vissza. Horváckóból. Megálltunk Győrben a McDonald's-ba, a Tesco-tól visszafel, nagy Tesco-tól visszafel, ami van McDonald's. Csak DS-es autók álltak előtte. És csak szerdehelyek voltak benne a Mekibe. Az jó? Hát, szerdehelyek szeretnek Győrben megvanszerni. Ez igaz. Győri, Meki, mozi. Jó, ez igaz, az, persze. Az kötelező első randis program. Hmm. Low budget. Hmm. Egy kávé mindenkinek jár. Híres, egy mindenkinek jár. A híres mondás, egy kávé mindenkinek jár. És Balicsos felső is van? Az nincs. Kör? Ah. Nem mondtam. Hát az alap. Ó, ez van Batri. Nem Batri, elem. Igen, egyszer elem. Kértem úgy a benzinkúton, hogy szeretnék két elemet. És kaptam és két cigarettát. Nagyon jó. Na, egyik Batrid az. Volt nincs. Még van, csak lejjebb. Hát, igen, klikkordás nem lesz. Nincs annyitva a putnyigok, mi? Nincsen, nyitva szinte semmi. Ez milyen gányság? Ünnepünk. Cyril és Metód. Világosodást hozták. Írástudást, meg olvasástudást. Aha. Ők tanították be a népet. Tehát országunk alfabetizációnak megkezdői. No, valami no, igen. Húha, ez nem igen rakott fel, amíg az díszbajuszt. Hoztam két oldalas ragasztót. Te meg milyen helyesen meghagytad magadnak a díszbajuszt? Te kis pedofil. Jól néz ki amúgy. Illik. Hadd meg. Ne viccelj, fölveszem a Hawaii fölcsön, mert úgy nézek ki, mint Tom Selleck. A Magnumból. Van is némi hasonlóság köztetek különben. Jó. Hogy hívták a kutáj? Zeus és Apollo, ugye? Aha, igen. Zeus. Meg a Higgins. Apollo. Akkor te leszel Higgins. Kösz. Helyén vagyok a Magnum. Nem tudom, már a csávodok formája nincs, mint talán szerintem annak is volt bajsza. Volt. Abban a sorozatban mindenkinek volt bajsza. Tízinek nem volt. 80-as években ja, mindenkinek volt bajsza. Ja nem, még a tízinek is volt bajsza. Miért nem divat a bajusz felé? Majd visszajön. Ez a divat, ez folyton cserélődik. Visszajön, elmegy. És jön vissza a trapézgatja, igen, örülök neki. Pedig frajer a bajusz. Frajer a bajusz, persze. Ez kurva jó. Mindenben szereztünk, hogy egy ráadásul ilyen kaján mosolja a kis bajszoknak. Vigyük el! Mi? Nem váltunk meg! Belemél hozzád!
the devil with one to spare.